A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna megyei szervezete is díjazta a legkiemelkedőbb munkát végző dolgozóit. A Semmelweis díjat 2005 óta adják át. Ez számít az egyik legnagyobb elismerésnek a szférában. Az elismerő szavak mellett oklevelet, pénzjutalmat, virágcsokrot, illetve bort is kaptak emlékbe a résztvevők a Szexádon megrendezett ünnepségen. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, a régióban található összes egészségügyi intézmény legjobb alkalmazottait igyekeztek díjazni. Az alapellátásban foglalkoztatottaktól kezdve a kórházi és a mentős dolgozókig egyaránt. A Tolna megyei elnök azt mondja, szükség van az ilyen elismerésekre. 2014-ben úgy döntött a megyei szervezet, hogy önálló rendezvényt szervez a díjak átadása és az ünnepség megszervezéséért, tehát azóta szervezzük a Semmelweis napi ünnepségünket. Az ünnepségeinket úgy szoktuk szervezni, hogy egy meghívott előadóval, egy szép ünnepség keretében, illetve a díjak átadása zajlik. A Semmelweis napon több paksi dolgozó munkáját is elismerték, mondta dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Örömteli esemény számunkra, hogy a tegnapi napon a Megyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ünnepségén három paksi szakdolgozó is kapott magas és rangos elismerést. Ő közülük egy az alapellátásban dolgozik, Fekete Tiborné, kettő pedig a szakellátásban. Egyikük Szirágyi Hajnak, a gasztroenterológián dolgozó szakdolgozónk, a másik pedig Molnár Ágnes, aki a fürdőgyógyászatot erősíti. Tegnapi napon volt egy szakdolgozónk, aki országos elismerésben is részesült, melyet a Magyar Tudományos Akadémián vehetett át, ő Királyné Katona Tünde. A Semmelweis nap a magyar egészségügy napja, amelyet Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésnapján július 1-én tartanak.